drága a litera olvasók, egy olyan könyvet szeretnék ajánlani, amit nem olvastam még, ez Vajda Mihály Szög a zsákból című memoár kötete a Tények és tanúk sorozatából. És azért vagyok lelkes, mert egy kérdés foglalkoztat igazából mostanában, hogy létezik-e valamiféle olyan posztmarxista kritikai attitűd, ami érvényes lehet ma. És arra gondolok, hogy ebből a könyvből nagyon sokat meg fog tudni ennek a lehetőségéről, vagy egy szabad szellemnek a vándorlását fogom nyomon követni, szerintem jöjjenek el. Az előhívás következő epizódja Vajda Mihály Szög a zsákból című könyvéről fog szólni, és azért javaslom és biztatok mindenkit, hogy jöjjön el, mert egy olyan szellemi földrésznek a volt lakója fog beszélni, aki elhajózott ezektől a partoktól, és talán a legpontosabban és a legszabadabban fogalmazta meg szellemi önéletrajzában ennek a szakításnak az okait, anélkül, hogy megtagadta volna életének ezt a hosszú periódusát. A könyv és a beszélgetés nyilvánvalóan arról is fog szól, hogy milyen történeti összefüggései voltak ennek az életútnak, tehát megint ott tartunk, hogy Magyarország történetét mondjuk el egy bizonyos aspektusból. Az előhívás következő alkalmával Vajda Mihály frissen megjelent kötetéről fogunk beszélgetni, amelynek címe Szög a zsákból, és engem már a Margó Fesztiválon elhangzott beszélgetés is nagyon fölpiszkált, hogy ezt a könyvet elolvassam, ahol azt járták körül a beszélgetők, Vajda Mihály és Deszki Sarolta, hogy vajon különálló disziplína a filozófia, és Vajda Mihály akkor azt mondta, hogy a filozófia nem különálló disziplína, hanem egy olyan gondolkodásmód, ami az útjába kerülő bármit úgy próbálja meg megvizsgálni, hogy az túlmutasson az evidenciákon, tehát a filozófia az evidenciák folyamatos megkérdőjelezése, és ez az élet tényekre vagy az emlékekre is igaz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a memoár, vagy ez a visszaemlékezés kötet, ez milyen viszonyban lesz, különösen az életműsorozat utolsó kötetével, amelynek a címe a személyes emlékezet filozófiája volt. Decemberben megtudjuk. Vajda Mihály kötetére én most úgy készülök, hogy ha visszagondolok a korábbi estjeinkre, ahol mondjuk egy kommunista professzor Király István naplójáról beszélgettünk, vagy még korábban egy avantgárd polgárnak, Szent Kuti Miklósnak a naplójáról, vagy beszélgetés sorozatáról, és akkor azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedeket három ilyen teljesen különböző, de nagy ágyú szemszögéből nézve, hogyan is látjuk mi most.